A Béca traktátus 17-es lapján, a lapnak a végén um, tanultuk a misnát, amire arról szólt, hogy szabad-e a szombatról az ünnepre készülni. Ugye korábban arról volt szó, hogy ünnepről szabad-e szombatra készülni, és például szabad-e ünnepen főzni a szombatra. Jó estét kívánok, Miklós! Szabad-e főzni az ünnepről szombatra, azt mondtuk, hogy alapból nem, de egyféle módon lehet mégiscsak, hogyha előtte már elkezdtük szimbolikusan a főzést, és felraktunk két ételt, felraktunk két ételt a szombatra már az ünnep előtt, ezt hívjuk úgy, hogy éruvta silin. Aztán most áttért a Mista arra a kérdésre, hogy lehet -e fordítva, hogyha szombat után közvetlenül vasárnap van ünnep, akkor szombaton lehet-e bármilyen módon készülni az ünnepre? Most ugye alapból azt nyilván gondoljuk, hogy nem. Uh, az volt a kérdés, hogy szabad-e például edényeket vagy eszközöket tisztává tenni az ünnepre, uh, úgyhogy elviszük őket a mikvébe? Mista azt mondta, hogy nem. Uh, sőt, Béth Sámály azt mondta, hogy nem csak... Még Sámály azt mondta, hogy nem csak az edényeket és az eszközöket nem lehet elvinni a mikvébe, hanem hogy maga az ember sem mehet el a mikvébe Sábeszkor, uh, arra készülve, hogy jomtomra megszétisztuljon. Ezzel szemben Bét azon az ásponton ás volt, hogy lehet, az ember maga elmehet a mikvébe Sábeszkor, um, uh, annak érdekében, hogy megtisztuljon az ünnepre. Oké, okay még pár dologról szóltam is, nem ezekre vissza fogunk térni, amikor a Talmud oda jut. Most viszont nézzük, hogy mit mond a Talmud az első szabályról. Tehát az első szabály az volt, hogy az eszközöket mindenki egyetért, hogy nem lehet mikvébe vinni szombaton az ünnepre készülve, és feltételezzük, különben egy ünnepen sem lehet, ünnepen az ünnepre. Viszont egy ember Bét hírel, szerint elmehet a mikvébe az ünnepre készülve, Bét szerint viszont az ember sem mehet el. De Kula Alma mi az kélibe Sábeszlói? Mit látunk minden esetre? Ugye van egy eszköz, ami tisztátalan, azt nem lehet elvinni a mikvébe, és megtajvlizni, alámeríteni a mikvébe, és ezzel megtisztítani a tisztátalanságától szombaton, vagy ünnepen. Mi már tudjuk, hogy mi ennek az oka, mert többször tanultunk erről, ugye, de nem lőjük le a poént, nem spoilerezünk. Egyenről a Talmud megkérdezi, hogy mi ennek az oka. My time-a. Mi ennek az oka? A már rába, zéra sem, hogy itt lenne, mi ad, éve, rába, és bőrűs, össze rába. Azt mondja rába, szerintem az az oka, hogy nem akarjuk, hogyha megengednénk, hogy valaki szombaton elvigye az eszközeit a mikvébe, akkor félő lenne, hogy kiviszi az eszközt a közteletre, és ott négy lépésnél tovább viszi, ugye a tilos magántalától közteletre vinni, vagy közteletre vinni négy lépésnél messzebbre bármit, és ha megengednénk, hogy elvigye a mikvébe, akkor tartanánk tőle, hogy elfelejteni, hogy szombat van, vagy elfelejteni, hogy szombaton tilos dolgokat az utcán vinni, és így beleesne a szombat szegés bűnébe. Amellé a bája, Jézslai bajba, hát szélre, melyik a már? Má... Azt mondja, a várjunk csak. Ez mind szép és jó, ez igaz, hogyha kell valahova vinnie, ha van egy mikve, ahova kell vinnie, de mi van, hogyha van egy mikve a saját kertjében, ugye ez nem olyan bonyolult, hogyha van egy gödör a kertjében teli esővízzel, az mikvének számít, tehát abba alá merítheti, de miért, miért nem, miért nem alá? Azt mondja, a Talmud, amen, lég, zére, bajba, hát szélre, attól bajba, suszarábi, azt mondja, nagyon egyszerű, azt mondja, neki, Persze, ő elvileg vihetné a mikvébe, de at attól való félelmünkben, ha neki megengedjük, akkor mások azt fogják gondolni, hogy lehet vinni közterületen keresztül is, közterületen át is egy mikvébe, ezért neki se engedjük meg. Hát tinek sább az bűnjáim, több a aleméim, azt jelentem, hogy oké, okay. ezt szombaton értjük, de mi a helyzet ünnepen? Ugye ünnepen nincsen olyan tilalom, hogy nem szabad az utcán vinni, akkor miért ne lehetne ünnepen megengedni neki, hogy az utcán, de miért lehetne ünnepen megengedni neki, hogy, hogy elvigye a mikfébe a dolgait? Hogyha az egész probléma abból fakad, hogy attól félünk, hogy nehogy kivigye az utcára, és ott alá a mikfébe menet. Mi a probléma ezzel Jomtovkor? Jomtovkor lehet vinni az utcán. Köszönöm. Azt mondtam, hogy gazdú ezt azt mondtam, igen, de ez is egy rendelet. Egy erővigyázossági rendelet. Mivel tartunk tőle, szombaton megtiltottuk, mert tartunk tőle, hogy kiviszi az utcára, ezért Jamtovkor is megtiltjuk, mert hogyha megengednék Jamtovkor, akkor azt gondolnánk, hogy szombaton is megengedett, és ha a szombaton megengedett, akkor félnénk, hogy kivinné az utcára. Most itt arra fogunk foglalkozni, a következő pár sorban. Van egy olyan fogalom, hogy én gőzőnyleg ami azt jelenti, hogy ha már van egy rendelet, ami egy elővigyázatossági rendelet, erre joga van a rabbiknak egy rendelet, elővigyázatossági rendeletet hozni, valamilyen tórai törvény védelmében. Például azért, hogy nehogy valaki véletlenül megfelelkezzen a szombatnak azon törvényre, hogy nem szod az utcán, vinni ez, ö, ö, ennek érdekében a hoztak egy rendeletet, hogy ne vigyük mikfébe a dolgainkat, miért nehogy az utcára vigyünk. De ez önmagában is egy rendelet. Most erre a rendeletre nem lehet még egy rendeletet rárakni. Van egy elővigyázatosság rendelet, akkor nem a végtelenségig, elrendelni valamit azért, hogy nehogy ez történjen, ami, ami azért van elrendelve önmagában is, hogy nehogy valami más dolog történjen, ami azért van elrendelve önmagában is, hogy nehogy valami harmadik dolog történjen. Ilyet nem lehet fokozni így a végtelenségig. Én gazdinálnak zéra. Nincs olyan, hogy egy zérára, egy rendeletre hozunk még egy zérát, még egy rendeletet. Uh, legalábbis mi most abból indulunk ki, hogy nem, nem lehet ilyet csinálni. Még az Rina, de hatnál, semmi sem, sikin sikineszem, máj meg klievel, tehát hárna mert bénem, így, a x soka, hatuhát vala, mondja a Ha igaz lenne az, hogy ez az egész, ez egy ilyen duplagzéra, ugye? Mert mit mondunk? Szombaton tilos kivinni, nehogy, szombaton tilos elvinni a mikvébe, nehogy kimenjen vele az utcára. Ünnepen azért tilos, mert hogyha megengednénk ünnepen, akkor azt gondolnád, hogy szombaton is meg, eh, megengedett, pedig szombaton tilos azért nem, hogy kividez utcára. Tehát mert ez egy dupla, dupla zéra, egy dupla rendelet. Most, hogyha csinálnánk ilyen dupla rendeletet, akkor ez máshogy is fölmerülne. Vegyünk példát, példát. Ugye mit mondott a Mislának a folytatása? A a folytatása arról szólt, hogy ma sikim máim de kri even. Ami arról azt jelenti, hogy ha van ivóvizem, de ez az ivóvíz, Rituálisan tisztátalanná vált, akkor tisztává tehetem az ivóvizet. Ez az egyetlen olyan eset, amikor egy fogyasztásra alkalmas valamit, tehát ételt vagy italt, tiszt meg lehet tisztítani a tisztátalanná. Hogyan lehet megtisztítani, hogy egy kőedénybe belerakom a vizet, és a kőedény ugye nem válik tisztátalanná, a kőedényt belemártom a mikvébe, éppen hogy csak annyira, hogy a, a mikvének vize hozzáérjen a kőedényben lévő vízhez, akkor ezzel úgymond megcsókoltatom a sikim a mikve vizét a küledényben lévő vízzel, és akkor a küledényben lévő víz tisztává állt, kiveszem a vízből a küledény benne a vízzel, és most már meg is ihatom. Most, hogyha igaz az, hogy, az, hogy csinálunk itt ilyen dupla zérát, dupla rendeletet, akkor ezt is meg kéne tiltani? Miért mondja a Mista, hogy ez megengedett szombaton? Azt mondja, hogy tilos az eszközöket elvinni szombaton a mikvébe, de ezt, hogy a vizet megtisztítsam, ez szabad. Miért szabad? Tiltsuk meg ezt is, azért, mert az eszközöket tilos. Ugye, és nem mondhatod azt, hogy nincs dupla zéra, mert az előbb mondtad, hogy nincs, dupla, nincs, olyan, hogy dupla rendelet, mert az előbb mondtad, hogy a jomtovat azért tiltottuk meg, mert a szombat tilos. Azt mondja, a iszlé, máj mi af, himhani, nem a Azt Talmud, ugye, van ilyen, hogy csinálunk dupla e, rendeletet. De csak olyan dolgoknál, ami nagyon általános. Tehát ami esetünkben például az, hogy Jomtovkor megtiltjuk, hogy elvigyed a mikfébe, azért, mert szombaton is tilos, annak ellen, különben maga az, hogy szombaton tilos, az is egy rendelet, tehát ez egy dupla rendelet, de a Jomtov és a szombat az nagyon hasonlítanak egymáshoz, és a Jomtov egy nagyon általános dolog. Viszont az, hogy van neked hívóvized, ami, e, az egyetlen ivóvized, mert ha nem ez az egyetlen ivóvized, akkor nem vinnéd el most a mikvébe, és nem tisztítanád meg ezzel az eljárással a mikvében. Tehát az egyetlen ivóvized, ez egy ritka dolog. És egy ritka dolgot nem tiltunk meg egy gyakori dolog miatt. Magyarul, onnan, hogy azt látjuk, hogy ezt a víz megtisztítási módszert nem tiltották meg a rabbi, innen nem tudsz következtetni arra, hogy nincs olyan, hogy dupla rendelet, mert ez egy ritka dolog, és egy ritka dolognál nem csinálnak dupla még akkor sem, hogyha egy általános dolognál csinálnak dupla Oké, okay, ez lesz különben az érve az össz a legtöbb következő ellenvetésnél is. Észfej, mert állom, mert lít, hú, taher, mi isza, a dilma, dílma, azt lett volna be Azt jelentem, hogy van egy másik eset, amiről a misnánk nem szólt. Hogyha van egy vödrünk, és a vödröt de a vödör tisztátalan. A vödröt le lehet ereszteni a kútba, amivel egyszerre megtisztítom a vödröt, mert alámerítettem a kútba, a kút maga az egy mikve, és egyszerre felhúzok vele vizet. Ez szabad. Miért? Mert ez nem egy igazi tajlizás, itt nem arról van szó, hogy a mikfébe alámerítettem a, 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 vödröt, hanem úgy tűnik, az emberek csak azt látják, hogy felhoztam vizet a, a kútból. És ezért ez megengedett. Most, hogyha igaz az, hogy csinálunk, létezik olyan dupla rendelet, hiszen azt mondtad, hogy a Jomtovot a szombat miatt tiltottuk meg, és a szombat maga is egy rendelet. Akkor itt miért nem tiltották meg? Itt is azt kellett volna mondani, hogy tilos a vödröt alá meríteni, úgyhogy egyszerre felhozunk fel a vizet. Azért, mert ha ezt megengednénk, akkor azt gondolnánk, hogy csima eszközöket is el lehet vinni a a Aztán Talmucsányi azt mondta, hogy teljesen őrül, hogy eláll Jedi mivel azt mondja, rában nem, ezt nem lehet ellen felhozni, mert ez egy nagyon speciális engedély, engedmény. Ez egy speciális engedély, hogy ha te neked van egy vödröd, akkor a vödröt alámerítheted úgy, hogy egyszerre felhozod a vizet, akkor tudni fogod, hogy ez egy speciális engedmény, és nem fogod összekeverni a normál eszköz mikféve vitellel. Nem így, a jomtom, és a sábesz, amit könnyebb összekeverni. Észve, ék, halos, erre merev, jömtö, mert minden észébe jomt... Bijamtov, mert minden a hiszem, bijamtov. im isza, nikzöldi jöntöv, átú, erre Azt mondja, csak. Van egy, ha ja, kibontjuk ezt a szabályt, hogy jomtovkor tilos elvinni a mikvébe. Ugye mit mondtunk? Szombaton tilos azért, mert nem le, nehogy vigyed az utcán. Jomtovkor tilos, mert nehogy összekeled a szombattal. Oké, okay. de jomtovkor mit tilos elvinni a mikvébe? Azt, ami jomtov előtt vált nem, mert azt lett volna alkalmad jomtov előtt elvinni a mikvébe. Ha te nem vitted el, akkor tilos elvinned. Ha valami jomtovkor vált tisztátalanná, akkor azt elviheted jomtovkor a Most, ha igaz az, hogy itt lehet fokozni a zérákat, az egyik rendeletre rápakolni még egy rendeletet, meg arra is még egy rendeletet, akkor ezt is meg kéne tiltani. Azt kellene mondani, hogy ha a jomtovkor tilos elvinni azt, ami jomtov előtt vált, akkor legyen tilos azt is elvinni, ami jomtov alatt vált tisztátalanná. Azt mondja, Talmud, Tubabi, Jomtov, Mincedon és Kikhalaik, az már van, ez is egy ritka Ritka az, hogy valami jomtovkor válik tisztátalanná, és ezért nem tiltjuk meg azt, ami jomtovkor tisztátalan a a mikfében, amiatt, ami jomtov előtt vált Miért ritka az, hogy valami jomtovkor váljon tisztátalanná? Azért, mert jomtovkor mindenki nagyon ügyel, ügyel a tisztaság, tisztátalanság szabályára, és ezért ettől nem tartunk. Menjünk tovább. Észvei, Krisen, itt ma beállva, Tuma, jomtov, jomtov, vim, ha, a tu, azt mondja, az előbb mit mondtunk? A valami jomtovkor vált tisztátalanná, el lehet vinni a mikvébe. Ezt is bontsuk jobban. Mit lehet elvinni a mikvébe, hogyha jomtovkor vált tisztátalanná, Hogyha nem a tisztátalanság fő forrásától vált tisztátalanná, avatuma, hanem egy másodfokú tisztátalansággal. Ugye, akik emlékeztek, hogy többször tanultunk már, Kölcsön a Pszachim traktátusban hosszan a tisztátalanság szabályról, és ugye ennek az a lényeg, hogy van egy hierarchia, van az Ávatuma maga, a tisztátalanság primér forrása, utána van a Rissanyletuma, e, Sényletuma e, maga a e, első fokú, másodfokú, harmadfokú szintje a tumának. Most e, mit mond a mi a halaká? az az, hogyha valami ávatuma, primér forrástól vált tisztátalan, az a tóra szerint is tisztátalan már az eszköz, ha valami viszont risony ha valami csak az első fok tehát nem a primér forrásom, a következő foktól vált tisztátalan, az a tóra szerint nem tisztátalan, csak a rabik szerint tisztátalan, és ez a tisztátalanság csak annyira vonatkozik, hogy egy kohén nem mehet belőle trumát. Most, ha valami az vládatumától vált tisztátalanná, azt, nem lehet el, azt el lehet vinni a mikvébe jomtovkor, ha valami ávatuma, tehát a primér forrástól vált az azt nem lehet vele Most, ha igaz az, hogy Gazinak zélenek, zélerek, hogy egy rendeletre rápakolunk itt még egy rendeletet, akkor miért nem tiltjuk meg azt is, ami a Vládatuma, tehát a tisztátalanság másodfokától vált azért, mert ugye tilos azt elvinni amik ami az ávatuma, a tisztátalanság primér forrásától vált Azt hiszem, hogy amúgy ez is Vládatuma, és is káhasz legalábbik, hogy azt mondja, nem azt nem mert itt ugye azért nem kell megtiltani azt, ami a tisztátlanság másodfokától vált tisztátalanná eszköz, mert az kinek számít egyáltalán, annak a rabinikus tilalma, csak a kohénak, hogy nem emberlet bele a trumát. a pedig köz, közismerten nagyon ö, ö, vallásbuzgók, és ők nem fognak, ö, nem fognak belesni abba, hogy majd emiatt azt gondolják, hogy omtovkor bármit lehet vinni, a mikvébe, és emiatt azt fogják mondani, hogy szombaton is lehet vinni, amivel abban azt következtet, hogy négy lépést mennek majd a, a dologgal az utcán. Tehát ezért ezt itt már nem fokoztuk a rendeletet. Tas már, megyünk tovább. De amara amara nida, már nem vetej, velez, bebag, ráv, imi, szan, azt Van még egy esetünk. Ez a következő eset az, az amikor egy asszony elmegy a mikvébe, menni. nida, és az a problémája, hogy a ruhái is tisztátalanok. Viszont nincsen tiszta ruhája, tehát nem tud váltani. E, alapból ugye a ruháját nem merítheti alá, mert, mert ugye van egy ilyen tilalom, hogy eszközt vagy ruhát, a ruha is eszköznek számít, nem szabad alámeríteni Jomtovkor. De csalhat időzőjelben, hogy úgy merül alá, amikvében, hogy rajta van a ruha. Akkor ő is megtisztul meg a ruhája is. Most, hogyha igaz lenne az, hogy pakoljuk a rendelteket egymásra, akkor tiltsuk meg neki azt, hogy a ruháját úgy merítse alá, hogy rajta van, amiatt, hogy nem merítse alá ruháját, amúgy gyomtó, akkor amiatt, hogy nem merítse alá a ruháját amúgy am테, amírat, alá, a ruháját. amúgy Chávezkor, miért nem tiltjuk meg ezt is? Azt mondta, amúgy az, azt, amit a útra elején Málbusz hurai, azt mondta, hogy nem, ez annyira speciális engedmény, hogy ha rajta van a ruha, akkor alámerülhet benne, hogy senki nem fogja azt gondolni ebből kifolyólag, hogy akkor ezt amúgy is lehetne alámeríteni, és ezért ez, itt nem pakarunk rá további rendeleteket. Oké, okay, akkor összefoglalva az első vélemény, Rábánnak a véleménye, hogy azért nem lehet elvinni Sábezkor és Jomtovkor egy eszközt a mikvébe, mert attól félünk, hogyha megengednénk, akkor szombaton megfelelkezné róla, hogy tilos az utcán vinni dolgokat, és kivinnéd a közterületre, és megszegnéd a szombatot. Ez az első álláspont. Következő álláspontra a van már misunk eh, szita. A Vyaisef azt mondja, hogy nem, itt a probléma az nem ez, hanem más. Az a probléma, hogyha egy ruhát, azért lehet tilos eszközöket elvinni a mikfébe, mert ha egy ruhát, vagy egy ruhanyagot elviszel a mikvébe, könnyen lehet, hogy utána ki fogod facsalni belőle a vizet, és ezzel szeged meg a szombatot, vagy a jomtobot. Oké, okay. Azt mondja, hogy a mellé a báját, kénin, de néz skritaninú, kénin, de lábbal néz skritaninú, már ez mindig igaz. Arra azokra az eszközökre, amik ruhák, ruhanyagok. De olyan eszköz, mint mondjuk egy főzőeszköz, az milyen lehetne elvinni, amik félbe. Ott ugye nincs az a aggodalom, hogy te ezt ki fogod facsarni a víztől. A meg legzére, hani atto, Azt mondja, erre a vége, ez is egy, egy dupla rendelet. Et megtiltom az összes eszközt. A ruháeszközök miatt, amelyek pedig azért tilosak, nehogy a szombatot megszegjem azzal, hogy kifacsarom belőlük a vizet. Amel, Lake, Zéra, Hánél, Tohány, Ejszfék, és most itt akkor megint ugyanaz a kérdés fölmerül, hogy létezik-e olyan, hogy egy ilyen dupla rendelet, hogy egy rendeletre rápakolok még egy rendeletet, és az összes korábbi kérdést, amit az előző változatban megkérdeztünk, azt most meg lehetne kérdezni megint, és ugyanazt lehetne válaszolni, mint amit válaszolt rába is, a maga logikája szerint. Oké, okay, akkor ez a kettes vélemény. Tehát a kettes vélemény, a Jaiszef azt mondja, hogy azért nem szabad elvinni eszközöket a Mikfébe, Sábeszkor és Jomtovkor, nehogy kifacsad a ruha eszközökből a vizet. a Vibi a Mark Zémas, a Vibi egy harmadik véleményt mondja. Azt mondja, azért tilos, nehogy meghajd az eszközt, úgy hajd az eszközt, és ne foglalkozz vele. Azt mondja, úgyis rájön meg Sábeszkor és Jomtovkor, alámeríteni, és utána elfeledkezel róla, és használod. És ezért kell még az ünnep előtt alámeríteni. Tányak, az rá kell is, mint van, mert jamtam, én meg azért most van egy konkrét bájta ami ugyanezt mondja, azt mondja, hogy tilos egy olyan eszközt, ami az ünnep előtt lett tisztátalan, tilos az ünnepen megtisztítani, úgyhogy elviszem a mikfébe. Miért? mert nehogy eleve ne vidd el, mert úgy hagy, arra hagyatkozva, hogy majd úgyis ünnepen el lehet vinni. Oké, okay. és most pedig jön a negyedik vélemény, Rave vélemény, és ez a meghatározó vélemény. Miért tilos, hogy eszközt elvinni a mikfébe? Szombaton vagy ünnepen. Rave a már, mint nézse, nire szakenkli, mert olyan, mintha az eszközt megjavítanád. Sábeszka vagy tilos, hogy eszközt megjavítani. De most nem fizikailag javítod meg, hanem spirituálisan, de alkalmassá teszed a használatra. Fizikailag nem változtattál rajta, de spirituálisan ez most már ez nem tisztátalan, hanem tiszta akkor alkalmas lett a használatra, és ezért ez olyan, mintha megjavítanál egy eszközt. Azt mondja, hogy a Talmud, várjunk csak, igen, akkor egy ember miért mehet el a mikfébe? Ilyen, aki adom námi, akkor egy embernek is csinos lenne, mert úgy, az is elmegy a mikfébe, most már tiszta, megváltozott a státusza, akkor olyan, mintha megjavítanád az embert, az eszközt. Azt mondja, hogy nem, adom nireke melyike. Az ember úgy tűnik, mintha hűsölne csak a vízbe. Amikor valaki ránéz egy emberbe, hogy a mikfébe, nem tudja, hogy azért megy be, mert uh megjavítja magát azzal, hogy most már nem tisztátalan, hanem vagy azért megy be, mert egyszerűen kicsit melege van, és be akar menni a vízbe kicsit hűsölni. Azt mondja a Talmud, ha ti nagymájmi afim, ában mert azt a oké, de ez mind csak akkor merül föl, hogy valaki azért megy a mikvébe, hogy ott hűsöljön, hogyha ez egy szép tiszta ilyen fürdővíz. De hogyha nem olyan tiszta víz, akkor ki gondolná azt, hogy bementél fürödni, akkor csak az lesz, hogy az, azért mentél be, hogy a spirituális tisztátalanságtól megszabadíts magad. E, ami különben azt is jelenti, hogy egy mikve, e, akkor is kóser, ha nem tiszta. E, a mikve az egy spirituális megtisztulás, és nem pedig egy fizikai, nem előnyös, ha nem tiszta a mikve, de, de, de ezek szerint ez még nem teszi alkalmatlan. Amarab nachmember jitzchak, pálmim se adamba, beszerabber, rejhejc, a fülömém is. Azt jelenti, hogy igen, de akkor is, hogyha piszkos a víz, az emberek nem gondolják feltétlenül, hogy te ne, nem fürdeni mész be, hanem csak a mikve miatt, mert lehet, hogy például nagyon forró nap van, és bemész hűsülni még egy piszkos vízbe is, mert annyira, annyira nagy a forróság. Tehát ti megmészek, semmi azt mondtam, hogy oké, okay, de ez mind csak akkor igaz, hogyha forró nap van, a, a nyár van. Mi helyzet akkor, hogyha tél van? Amiremnál, hogy mindig így a szalemlóklakban, tétlőt szemre, és a semmi... Azt mondja a Talmud, Rav Nachman azt mondja, igen, de télen is lehet, hogy nagyon piszkos vagy, és olyan piszkos vagy, hogy még egy piszkosabb vízbe is bemész, hogy megmosakodjál. Tindak be sáb, ez vagy ki puli, májik már azt mondja, oké. Okay. Ez rendben van, azt értem, de akkor ez mind azért lenne megengedett szombaton, hogy bemenjen mikvébe, mert aki lát, az nem gondolja, hogy te most megjavítod magad, mert most a tisztátlanságtól való megszabadulás, felszabadulás érdekében, megtisztulás érdekében mész be a mikvébe, hanem azt gondolhatja, hogy vagy bemész hűsölni, vagy bemész megfürdeni. Ez igaz, Sábeszkor. De mi a helyzet Jomkipurral? Jomkipurkor senki nem gondolja, hogy bemész fürdeni, vagy hűsölni, mert az tilos. Szombaton tilos, Jomkipurkor tilos fürdeni. Azt mondja, a Talmud, amen Rabben, de mi, ka, mi, de, de, az, Azt úr. Azt nincs olyan, ami sábeszkor tilos lenne, és Jomkipurkor Nem. Nincs olyan, ami sábeszkor megengedett lenne, és jom, tilos lenne. De nyilván a, az, az, tilalma az igen. De olyan melacha, olyan uh, szombati munkatilalom szerű dolog, ami szombaton megengedett, az Jom is meg kell, hogy legyen engedve. el a hajló, sábes, amikor Mivel szombaton meg van engedve, hogy elmenj a mikvébe? Miért? Az emberek nem fogják azt gondolni feltétlenül, hogy mikvébe mész, hanem azt fogják gondolni, hogy esetleg bementél fürdeni, meghűsülni, vagy megtisztítani magadat. Ezért jomkipurkor is. És ha szombaton szabad, akkor jomkipurkor is szabad. Még egyszer. Mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy az eszközt azért tudsz elmenni sáveszkodni a mikfébe, mert egyértelmű, hogy te ezzel megjavítod az eszközt. És akkor úgy néz ki, mintha szabadna egy eszközt megjavítani. Ha az eszközre ez igaz, akkor miért nem igaz az emberre is? Mi az oka annak, hogy Béth Hillel szerint az ember elmert a mikfébe? Az, hogy a, 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 az embernél nem egyértelmű, hogy azért mentél a mikfébe, mert a tisztátalanságtól akarsz felszabadulni. Az emberek gondolhatják azt, hogy azért, mert be, be elmentél fürdeni. Aha! Akkor szombaton csak azért lehet menni a mikfébe, mert nem egyértelmű, hogy te meg akarsz tisztulni, hanem lehet, hogy azért mész el, mert für fürödni akarsz. Mi a helyzet Jom Kipurkor, Jom ne senki nem gondolja, hogy fürdeni mész. Akkor lehet, hogy ekkor egyértelművé válik, hogy azért mész, mert meg akarsz tisztulni. De az hogyan lehetséges? Akkor úgy tűnik, mintha megjavítanád magad. Azt mondja erre a talmud, hogy mivel szombaton megengedett, mert a maga oka miatt, mert azt fogják gondolni azt fogják gondolni, hogy hogy, 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 azért mész, mert fürdeni mész. Ha mivel szombaton megengedett, akkor Jom is megengedett. Most itt van egy érvelés, amit úgy hívunk, hogy hoil. Mert már többször volt ez a hoil. Mivel hogy? Szóval, hogy van két dolog, ami igazából egyféle státuszban van, akkor akkor is, hogyha egy bizonyos érvelés az egyikre érvényes, a másikra nem, mivel ugyanolyan a státuszuk, ezért ami erre igaz, az erre is igaz. Ez a hojjelnak a fogalma. Mivel hogy? Mivel hogy szombaton megengedett, Miért? Mert ott érvényes az az érvelés, hogyha valaki rád néz, akkor nem fogja feltétlenül azt gondolni, hogy a tisztátalanságtól való megtisztulás érdekében mész be a vízbe, hanem azt fogja gondolni, hogy esetleg az egy hűsője, mivel hogy a szombaton megengedett, akkor kös megengedett, annak ellenére, ez az érvelés, amit a szombatra mondtunk, Jomkipurra már nem igaz. Miért? Mert ami szombatra igaz, az igaz Jomkipurra is, és nem, és nem teszünk különbséget. Ahhoz viszont, hogy ezt elfogadjuk, az általánosan el kell, hogy fogadjuk az hoil érvelését. A hoil a érvelését, ami szól, hogyha valami igaz erre, akkor igaz arra is. De ez nem egy általánosan elfogadott konszenzus, hogy a hoil érvelését azt mindig elfogadjuk. Mi iszléner a hoil, Rave mindig elfogadja a hajl élvelését? De hát nála, ha is, és besinn a vilai gámbába, ha emeszek ha de im bel húke dárkai, vinnisz rápe, nisz rápe. Nézzük csak meg! Van a Szombat traktátus 111-es lapján egy misna, megnézhetitek, már tanultuk, ami a következőt mondja. Ugye tilos orvosságot használni Sábeszkod. Miért? Mert az orvosságot, az régen ugye összetörték, őrölték, mit tudom én, és nem akarjuk, hogy ebbe eső. Természetesen nem olyan orvosságról van szó, ami életmentő, vagy valami fájdalomcsillapító. Valakinek fáj a foga, azt mondja a misna, akkor ne igyon a fogára, ne öblítsen a fogára ecetet. Miért? Ez egyértelmű, hogy orvosságként használja. De bemárthatja a kenyeret az ecetbe, és azt rákcsálhatja, mert az ember ránéz, akkor azt gondolja, hogy jó, ez csak eszik, nem, nem egyértelmű, hogy ez egy orvosság. a és ez volt a misna. És erre a misnára felhoztunk egy brájtát. A brájta azt mondta, meg A brájta azt mondta, hogy nem szabad öblítenie az ecettel, úgyhogy kiköpi az ecetet, de úgy öblítenie, hogy megissza az ecetet szabad. A misna azt mondta, hogy nem szabad öblíteni az ecettel egyáltalán, úgysem, hogy megissza csak azt lehet, hogy bevártad a kenyeret. A Brájta azt mondja, hogy szabad öblíteni akkor, hogyha megissza, de ha kiköpi, akkor nem. Akkor melyik az igaz? És erre azt mondta a válasz, két válasz volt. Amara a amara a nami, meg a A szerint nagyon egyszerű a válasz. A misna is, amikor azt mondta, hogy nem szabad öblíteni, hogy értette, hogy nem szabad öblíteni, nem szabad öblíteni és kiköpni de öblíteni, és meginni szabad. Nem egyszerű a válasz, ugyanaz, mint amit a Brájta mond. Viszont Rave azt mondta, hogy a már a filu téma meg a leá, mi lői tibul Rave azt mondja, hogy nem. Valójában a mimisnánk arról beszélt, hogy nem szabad úgy sem öblítenie, hogy megissza. A Brájta azt mondta, hogy nem szabad úgy öblíteni, hogy kiköpi. Miért van ez, miért nincs ellentmondás a kettő között? Mert a Misna, amelyik azt mondta, hogy nem szabad öblíteni még úgy sem, hogy megissza, az arról szólt, amikor már evett. Az ember az evés után van, és megiszik egy kis ecetet, senkem gondolja, hogy éhésségben iszza meg az, esetet, az ecetet. Hanem mindenkinek egyértelmű lesz, hogy ez orvosság. A Brájta viszont, amelyik arról beszél, hogy csak úgy nem szabad öblíteni, hogy kiköpöd, az még úgy van, hogy éhgyomorra vagy, és ezért, a kiköpöd, akkor egyértelmű, hogy az orvosságként használtad. De hogyha lenyeled, akkor az ember azt mondják, te egy furcsa ember, hogy szereted az ecetet, és lenyelted lettél. E, most, ha igaz lenne, ha ha igaz lenne az, hogy Rave használja azt az érvelést, hogy hoil, akkor nem tehetne különbséget az evés előtt és az evés után. Miért? ő mit mond most, hogy az evés után tilos, még úgy is öblítened, hogy lenyeled? És előtt szabad úgy öblíteni, hogy lenyeled. Ha a hoi érvelését mondom, akkor két egyenlő státuszú időpontra vagy alkalomra használom a azt mond, érvelését. Azt kéne mondanom, hogy szombaton nem lehet különbség aközött, hogy már ettem, vagy még nem ettem. Mind a kettő ugyanabban a státuszban kell legyen. És mivel ha még nem ettem, akkor megengedett a, az ömlítés úgy is, megengedett az ömlítés úgy, ha lenyelem akkor azt ugyanígy megengedett kéne, hogy legyen, hogyha evés után ömlitek úgy, hogy lenyelem. És mivel Rave ezt nem mondja, ebből látjuk, hogy Rave nem él a hoil érvelésével. Ha nem él a hoil érvelésével, akkor nem él a hoil érvelésével és él a jomkipurnál sem. És mert a jomkipurkor, ha nem él a hoil érvelésével, akkor mi az oka annak, hogy a jomkipurkor el lehet menni a mikfébe? Azt mondja, Talmud, ha de rabemáhi, rab, Azt mondja, Talmud, ne. Rave visszavonta azt, amit itt mondott szerintem visszamondta ezt, és nem, igaz, valójában nem igaz az, hogy szabad úgy öblíteni Rave szerint, hogy lenyeled, akkor, ha még az evés előtt van. Miért? Mert ha így lenne, akkor szabad lenne akkor is, hogyha az evés után vagy, és mert Rave mondja a hajlérvelését, tehát ez, nem, ez így nem jó. Tehát ő végül is a bájével ért egyet, hogy itt egy félreértés van, és a misna maga is, amikor azt mondta, hogy nem szabad öblíteni, és csak úgy értette, hogy nem szabad öblíteni úgyhogy hogy kiköpöd. De ha lenyeled, akkor mindig lehet. Mi máj, de a dilma, ne had a Azt mondja a Talmud, várja, honnan tudod, hogy Rave visszavette? valahol ugye, most nem tudjuk, hogy Rave mondja, a hojilt, vagy nem mondja, a hojilt. A második esetben ebből az öblítés esetet első változatából úgy tűnt, hogy ő nem mondja, a hojilt. Nem alkalmazza a hoír érvelését. A másik esetünkből meg úgy tűnik, a Jomkipúri Sábez és Jomkipúr összehasonlítása, hogy mondja, ahol jött. Te az előbb most azt mondtad, hogy visszavonta az öblítéssel kapcsolatos állítását, és mondja, hogy, Miért nem mondjuk fordítva? És azért a Sábez és a közötti állítását mondja vissza, és azért, mert, mert, mer, mer nem mondja, hogy, jött. Szóval Talmud lejött a a tányi, akkor a helyvét minket a is, nem lehetséges. Miért? Mert az jön neki, hogy Jomkipurkor nem szabad euh, euh, mik felmenni, és ez nincs így, a Mista konkrétan, a Bright a konkrétan azt mondja, hogy mindenki, akinek el kell menni a Mikfébe, mehet a Mikfébe Sábeszkor is, Jomkipurkor is, bármikor. Tehát látjuk, hogy végül is az konszenzus, hogy egy ember elmehet a Mikfébe. Oké, okay, akkor végül is marad az, hogy Rave alkalmazza a hajilt, és Rave véleménye az, hogy egy ember azért, az, az eszköz azért nem megy el a Mikfébe. Nem lehet elvinni a Mikfébe, mert nem akarjuk, hogy hogy úgy tűnjön, mintha az eszközt megjavítottuk volna. Egy ember azért nem mert el a mikvébe, vagy egy ember azért mert el a mikvébe, mert nem feltétlenül gondoljuk, hogy magát megjavítani megy el. Gondolhatjuk azt, hogy csak azért megy el, mert hűsülni akar, vagy azért, mert fürödni akar. És ez még akkor is igaz, az, hogy Jomkipur van, mert mivel, hogy mondjuk Sábeszre ezt, ezért mondjuk Jomkipurra is. Oké, okay. következő dolog, amiről most tanulni fogunk, az az, hogy amit a Misna folytatásra mondott, vagy Savin sem a My Azt mondta a Misna, hogy el lehet vinni, ha van ivóvizem. Egy eszközt ugye alapból nem lehet elvinni a mikfébe, de az ivóvizemet el lehet vinni a mikfébe. Van egy különleges eljárás, hogy hogyan lehet az ivóvizet tisztává tenni. Spirituális tisztátalanságtól tisztává tenni. Berakom egy kövedénybe, a kövedény maga az nem válik tisztákkal annál, a kövedényt beviszem a alá alámerítem, úgyhogy pillanatra hozzájön a kövedényben lévő víz a mikvevizéhez, vizéhez, ezzel összecsókolózik a mikfe vize a kövedényben lévő vízzel, és ezzel elvegyül benne, és ezzel tisztára válik. De, ezt szabad csinálni, Sábeszkor, de, azt nem szabad csinálni, hogyha nem egy kövedénybe viszem, hanem egy fém edénybe cserépedénybe, amely maga vagy faedénybe, ami maga is tisztátalanná válik. Ha így elvinném a mikrébe a vizet ö, az edényben, akkor az edényt, amikor elmegytem, maga az edény is tisztává válna, és akkor az már olyan, mint hogy az edényt, edényt tojlisztam volna, az edényt merítettem volna alá, és azt viszont nem lehet. Máj avallóimat, bilin, amar, miért nem lehet? Mit jelent az, hogy nem lehet? A most én mondom, hogy ezek liálgább mélymavletár vagy elmagyarázta úgy, mi előbb hogy nem lehet az edényt ezzel a kifogással alámeríteni a mikfébe. Van egy tisztátalan edényem, benne maga a víz is tisztátalan, azt mondom, hogy én nem az edényt viszem ö, alámeríteni hanem benne levő vizet, csak közben az edény is tisztává válik. Ezt nem lehet csinálni. Különben ugye mi volt az előbb, amit tanultunk, hogy egy kivétel van, amikor a a dli, a, a vödröt viszem el, alámeríteni a kútba, akkor senki nem fogja gondolni, hogy az, 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 lehet, ott lehet egy kicsit csalni. Oké. Okay. Minden esetre mit látunk, hogy ez tilos, a már, akkor Talmud folytatja, Mani Masnissin, kinek a véleményét követi a mi misnánk? Úgy tűnik, hogy sem Rebi, sem a bölcsek véleményét. Van ugyanis egy brájta, ahol Rebi és a bölcsek vitatkoznak, és úgy látjuk, hogy az ő vitájukból azt tűnik ki, hogy egyikük sem a misna véleményét követi, hanem az egyikük szigorúbb, mint a misna, másikuk meg Megengedett, mint a misztán. Nézzük, hogy mit mond a ja, mit mond a Braita? De Tánya, én már bineszek, hogy én másik már Revi mit mond? Revi szigorúbb, mint a misztán. Miért? Mert a mi mit mondott? Az edényt nem lehet alámeríteni a víz által. Tehát azt mondom, hogy az edényt való... valójában a vizet viszem el megtisztítani, de közben megtisztítom az edényt is. Ugye a mi azt mondja, hogy ezt nem lehet. A vizet önmagában egy kőedényben lehet. Mit mond a Brightávalandőre Edeén? Azt mondja, egyiket se lehet. A vizet se lehet, meg az edényt se lehet. Oké? Vagy a A bölcsek viszont mit mondanak? Pont fordítva le, le el lehet vinni a vizet is megtisztítani, meg az edényt is el lehet vinni megtisztítani. Tehát akkor Rebi szigorúbb, mint a mi misnák, mert ő azt mondja, hogy ez nem csak az eszközt, az edény nem lehet alámeríteni a mikvében, hanem a vizet sem. A bölcsök pedig e, megengedőbbek, mint a mista, mert ők azt mondják, hogy nem csak a vizet lehet elvinni, hanem az eszközt is. Akkor se a Rebi, se bölcsök, ez hogyan lehetséges? Azt mondja, a Talmud, e Ibai széma, rebi, ibai széma, szóval mind a kettőt meg lehet, mind a két irányba lehet magyarázni. Lehet azt is mondani, hogy a mistánk rebi, és lehet azt is mondani, hogy a mi mistánk a bölcsek. Hogyan? Ibai széma, rebi, résse, de be rájössz, vagy jamtól Lehet azt mondani, hogy a mi misnánk rebit követi, és valójában a rebi. Jom a mi misnánk Jomtovról szól, és Jomtovkor nem szabad elvinni az edényt, de szabad elvinni a vizet. Sáveszkor viszont nem szabad elvinni a vizet sem. És akkor azt fogjuk mondani, hogy a Brájta az úgy szól, hogy a Brájta eleje, ahol azt mondja, hogy nem szabad elvinni az eszközt, az ünnepről szól, nem szabad elvinni a vizet, az Sábeszről szól. Oké. Okay. A mi pedig csak az ünnepről szól, és ezért mondja, hogy el lesz, nem szabad elvinni az eszközt, de szabad elvinni a vizet. vagy, viva is szény marra, de kulom, hisz, a sáv, ez másik lehetőség, hogy a brájta, hogy a, hogy a, misna az a bölcsek véleményét követi, és a, a, az egész misna, az egész misna az a szombatról szól, és a misna az a bölcsek arról beszélnek, hogy szombaton nem szabad elvinni a, az eszközt, de szabad elvinni a vizet. Nem. Szombaton nem szabad elvinni az eszközt, de szabad elvinni a vizet. Jomtovkor szabad elvinni a vizet, és szabad elvinni az eszközt. És a bölcsek Jomtovról beszélnek a rájtában. A, a misna pedig Sáveszről beszél. Kedves barátaim, idáig tartott a 18-as lap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a mai este. Remélhetőleg holnap este ugyancsak folytatjuk. Addig is, hogyha lesz érkezésem, akkor megpróbálunk egyet előre ugrani, és a 19-est fölvenni, és ha minden igaz, akkor azt holnap reggel a rendelkezésetekre bocsájtani. Úgyhogy holnap este már a 20-ast fogjuk tanulni. Annak érdekében, hogy előre dolgozzunk egy kicsit a szukoti tananyagra. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Kívánok mindenkinek egy szép, sikerekben gazdag, jó, egészséges hetet. Um, legyetek um, óvatosak, ne betegedjetek meg, készüljetek az ünnepre. Haksameach Gut jomtöv!